Mindenkit üdvözlök, ezek ember Károly vagyok, a Tour de főszervező, és azt a lehetőséget kaptam, hogy a Tour a televíziós gyártásáról beszéljek 10 percen, csak 8 és fél percen maradt, mert hát nem itt a, az idő múlását, és egy prezentere tudok is váltani. Szóval túl még nem is mennék bele a Tour a múltjába, jelenébe, hiszen nem erről szól, de én mégis egy kép eréig Magyarország nagyobb kerékpáros körversenye, nemzetközi verseny, 800 km, 5 szakasz, turizmus, élmény, sport, mindent lehet erről mondani, de most ugye nem erről szeretnék beszélni, hanem arról, hogy hogyan kerül televíziós képernyőre ez a fantasztikus profi sportesemény. Ugye maga a verseny, és minden, ami körülötte van, az nemzetközi színvonalon zajlik, és ha picit csak a versenyzőkről azt mondom, hogy nem lehet most anélkül Tordongliról és Kerékpánspótról beszélni ma Magyarországon, nem mit tennénk meg a tavalyi verseny győztesét Walter Attilát, aki idén az olasz körversenyen három napig vezette az olasz körversenyt, és három napig viselhezte ezt a gyönyörű, gyönyörű rózsaszín trikót, vagy hát erre mozdulok, rózsaszín trikót. Szóval... Szóval Attila, akik nagyon büszkék vagyunk, és azt gondolom, hogy ő is a Tour de Hongrie egyik terméket, így mondani, hiszen az elmúlt hét évben nagyon sokat fejlődött a kerékpársod a Tour de köszönhetően és át is váltok magára, magára a televíziós gyártásra és sugárzásra, de mint a gyártásra beszélek, a sugárzásra egy, kis, egy pár szót, hogy miért is kell nekünk úgy dolgoznunk, ahogy dolgozunk, azért, mert rengetegen nézik. Millióan nézik, nagyon sok országban, tehát a háttérben itt lehet látni a, a kijelzőn, hogy, hogy 190 országban találkoznak a TV képernyőjén a nézők a Tour de ezek közül 150 országban élő adásban két órán keresztül láthatták az utolsó, utolsó szakaszt a budapesti körpályát, az előző napokat is több mint 100 ország, 102 pontosan, 102 országban minden szakaszt két-két órában -két nézhettek a, a, nézők. Magának a, a versenynek itt a partnerei, ugye a Magyar Televízió, az N4 Sport, és a, a, külföldi média partnerünk, kevésbé ismerős talán, hogy az Eurósport mindenki is tűnik, hogy ez miről van szó, de az ASO egy kevésbé ismert cég, nekünk a legfontosabb partnerünk, az ASO a Tour de France is, a Párizs Dakar, a Dakar Rallyt is, a Vendéglob, vitorlásversenyt versenyt is többek között szervezi. Egy nagyon komoly francia vállalkozás, amely amely segíti azt, hogy a mi versenyünk a világ számos országába eljusson. És hogy mi történik a gyártás közben, erről hoztunk egy kis videót egy percben, picit ezt ha itt a kollégák, akkor talán meg tudjuk nézni, hogy, hogy milyen hangulatban készül a, a adás Talán elindul. Szóval ezekkel a képeken lehetett is látni, hogy itt a televíziós gyártáshoz a kamerákon kívül rengeteg olyan eszközre van szükség, ami a, a mozgó mező, mezőnek a adását segíti, tehát rengeteg ö, rádiófrekvenciás jel továbbításra van szükség, ez rengeteg antennára van szükség. Ez a kép is, amin lehet itt látni, a hősök tere fölött ott emelkedik 50 méter magasságban két, két antenna, amely épp egy repülőgépet figyel. De mit is figyel az antenna? És kik is készítik az adást? Ugye a magyar televízió, az Antenna Hungária és egy belga stáva a Vidóhúz és az Eurolinks hozták a technikát, amely az egész eseménynek a... a, a, a tévégyártásában segíteni tudott. De mi is történik a verseny során? Sokan azt gondolják, hogy a helikopter egy keréppáverseny fölött az a kulcsa az eseménynek, de igazából nem. A helikopter egy kamera, ugyanolyan kamera, mint bármelyik motoros kamera a mezőnyben. A képen lehet látni, hogy három-négy motoros kamera megy a mezőnyel, egy vagy két helikopter, amelyeken kamerák vannak, de a kulcs a működés az nem ez, hanem az egész mezőny fölött repülő, egy repülőgép 8 vagy 4 ezer méter magasságban, illetve a célban levő antennák azok, amelyek a jel amely utána pedig bekerül, a, bekerül később a, a, a vágó stúdióba, de maga a jeltovábbítás az a motorok, helikopterekről a repülőgépen keresztül jut el a célba levő vágó stúdióba. És itt végig is futunk azon, hogy mik ezek az eszközök, picit itt áll, és lehet látni a képeken. Ezek a motorok rendkívül értékes motorok, a versenyen kívül egy métert nem mennek, kamionokba teszik őket, és nagyon vigyáznak rájuk. A motor maga is egy különleges eszköz, de ami rá van szerelve a hátára, az egy még érdekesebb, az az adóvevő, illetve adó antennák, azok a rádiók, amelyek a, a, a motoron ülő operatőr által jelet továbbítják föl a repülőgép felé ugyanez a helikopterre is el lehet mondani, valahogy egy kamera, bennülnek a, a, az operatőr és a technikus a helikopterben, de itt is a jel továbbítása a lényeg, fölfelé kell ülni a jelet a, repülőgép felé. érdekesség talán, hogy olyan helikopter, amelyek alumínium szárnya van, az nem jöhet szóba, csak a karbon szárnyak jöhetnek, hogy a jel fölfelé elmehessen a repülőgép felé. Hát ezek egy érdekes apróság, amit figyelembe kell vennünk a helikopternek a kiválasztásánál. Itt a következő képen látszik a kulcs eszköz az eseményen maga a repülőgép. Ez a kép ez egy valós repülési adatokat tartalmaz. 16. egy hónappal ezelőtt május közepén egy repülőgép repült körözött a Budapest felett. Ez a mi repülőgépünk volt, amely a jeltovábbítás segítette, hogy a hősöktere környékén levő, levő stúdióig eljussanak a, a kamera, kamera jelek is. Ott a repülőgépnek a képe is, amelyek az van az antenna rendszer, amely segíti a jeltovábbítást. Ez pedig a, a célban felállított, felállított antenna, ez a lelke a célterületi egységeknek, amely akár 80-100 km-es távolságban is ellát. mert ilyen távolságból tudjuk a mezőnyt, mezőnyt leközvetíteni a, a célban levő stúdióban. Ez pedig maga a stúdió, amely, amelyet a, az MTV állítva a. a a videóhúzos csapat hozott, hozott a, a céltörletre Több kamionban rengetegen dolgoznak azon, hogy ez, ez működjön. Az érdekessége ennek, hogy mindez egy nap, egy éjszak alatt épül fel, minden nap más és más városban. És a végeredmény pedig az, hogy a jel kikerül a LEDfalra, és elkerül a. a műholdakon keresztül pedig eljut más földrészekre is, és végül a boldog tévénéző nézheti a tévéadást, és nem is sejti, hogy milyen nagyon komoly technikai háttér kellett ahhoz, hogy ő otthon megnézhesse, hogy mi is történt aznap a Tour de Hongri kerékpárversenyen. Hát kb. ez lett volna ebben, ami belefértnek ebbe a 8 percbe. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak, és remélem, hogy jövőre megnézik a Magyar Körversenyt.